Nos, ez a gyönyörűen felújított ház egy újabb példája annak, hogy milyen problémák jöhetnek elő, hogyha modern építőanyagokat alkalmazunk vályogházaknál. És nagyon szomorú látvány, amikor ilyeneket látunk néhány év múlva. Ugye itt is láthatjuk, hogy be van hálózva az épület, viszont le is lett szigetelve. Ugye jól látszik, hogy itt ezzel a lábazati színezővel be lett vonva, ugye, ami egy elég vastag réteg, és ugye műgyanta alapú, és emiatt teljesen lezárja a felületet. Sajnos ez azt eredményezi, hogy alatta nedvessé válik, és így ilyen repedések alakulhatnak ki. Ugye jól lehet látni, hogy néhol már a kis repedéseken keresztül só kiválás is előjött. Ez azt jelenti, hogy ott már intenzív vízelpárologtatás is van. Ugye itt ráadásul egy csepegtetős rendszerű öntözőrendszer is van, geotextile van letakarva, és most ezt fogjuk megvizsgálni. Ejtünk próba fúrásokat a falban, hogy mennyire súlyos a helyzet, mennyire kell odafigyelnünk. A drénkavics ne tévesszen meg benneteket, ez csak dekorációs célra lett ide elhelyezve, alatt a betonjárdó van. Most megpróbáljuk úgy megvágni a falat, hogy ne nagyon károsítsuk azt, és vissza lehessen majd ragasztani, úgyhogy ez a dizájnban ne legyen probléma. Egy ablakot fogok rányitni, hogy ne kelljen visszaragasztani sem. Sikerül. Ugye jól látszik, hogy itt ki van puposodva sajnos. Itt valószínűleg már károsodott a tégla is alatta. Kicsit beljebb tudom, mert ha eltörik, akkor az csúnya éget okoz. Jól látszik, hogy milyen cementes réteg van még itt alatta. Arra senkit sem biztatnék, hogy önmaga kezdjen hozzá ezekhez, hiszen nem mindegy, hogy hol végezzük ezeket a feltárásokat. Közben mutatom is, hogy itt ezen a külső felületen nem tudunk mérni, de sajnos tudunk mérni, már itt is nedves. Hú, nem is kicsit, erre nem is számítottam volna. Tehát itt már 1,6%. Itt pedig már ki is akad a műszer. Ez azt jelenti, hogy 2% fölött vagyunk bőven. Nézzük meg a másik műszerünkkel. Beállítjuk a megfelelő anyagra, és ez is kiakad. Hát ez nem semmi. Igen, tehát ez már mérhetetlen. Tehát mihelyest megbontottuk a műanyag felszínt, már itt nedves. Már a cementes vakolat nagyon nedves. Ez nem jellemző, tehát ez 2% fölé ritkán szokott menni. Tehát ez egy óriási nedvességterhelést jelent, és hogyha megnézitek, akkor itt azért már jóval lábazatszint fölött vagyunk. Tehát ez körülbelül egy 60 cm-es magasság. Talán jól látszik, hogy milyen mélységben vagyunk, tehát most vagyunk egy olyan 4-5 cm-nél, és még mindig nem tartunk a vályog téglánál, még mindig betonnal küzdünk itt. Itt van a látszövet. Mutatom nektek. Ilyen mélységben. De még ezen mindig vakolat van. Eszméletlen vastag a vakolat sajnos. Ugye itt kellene lenni benne a látszövetnek, sajnos ilyen nedvesség tartalomnál már a nádszövet is elrohad. Tehát azért van ilyen rossz állapotban itt a nádszövet is, ha megnézitek, tehát teljesen szét van rohadva már benne. Tehát innentől kezdve ugye semmi tartást sajnos nem biztosít már a vakolatnak. És eszméletlen vastag a vakolat. Tehát ha belenézzünk a lukba, akkor majdnem egy 10 centi vastag itt a lábazati részen. Megpróbálok kiemelni belőle vályogot. Innen most sikerül. Csak azt szeretném, ha látnátok, hogy gyakorlatilag teljesen formázható sár mögötte van. Na most ennek a vályognak sajnos a tartó szilárdsága, meg a nyomó szilárdsága, az gyakorlatilag ilyen 1-es és 3-as között van, amikor egy új vályogtéglának akár 6-os vagy 9-es is lehet. Ilyen esetekben el kell kezdeni szépen finoman kiszárítani, hiszen hogy lebontanánk róla ezt a vakolatot, aminek már tartó szerepe is van, akkor még nagyobb kárt okoznánk a házban, mint ami egyébként is van. A háznak ezen a részén már betonalap van, ami le van szigetelve, de jól látszik, hogy itt, mivel geotextil volt elhelyezve a kavicságy alatt, ezért itt is teljesen sáros a talaj. Ebből nem tud elvileg szívni, ám nincs összehozva, sajnos csak 10 cm átfedés, valami kevés a vízszintes falszigetelés a belső betonozás alatti szigeteléssel. Ennek pedig az az eredménye, hogy ugyanúgy nedvességet szívhat így a fal, meg is mutatom, tehát itt a nedvességmérő szintén kiakadt, pedig porszároznak tűnik. Nézzétek meg, mi jött innen ki. Teljesen porszároznak tűnik.
Ez a vályog tégla. Nézzétek. És mégis kiakad a műszer, tehát ennek 20% fölött van a nedvesség tartalma. Itt még a nád nem károsodott, tehát pont ez a nedvesség tartalom az, ahol még nem lehet észrevenni igazán ezt a problémát. Viszont ugye emlékeztek még rá, hogy mennyi a vályognak a normál nedvesség tartalma? 1,5-1,6%. Ez pedig 20%-os, és még mindig porzik. Ha porlad, porzik, akkor mindenképpen gyanakodjatok arra, hogy az bizony nedves. Tehát nem száraz, nedves. Ez nedves. Meg is mutatom, hogy miért. Tehát ennyi a kinti levegőnek ugye a páratartalma. És most nézzük meg, ezzel tudjuk kideríteni, hogy valóban gond van-e itt a párával és a nedvességgel. Nézzétek meg. Azonnal elkezdett fölfelé mozdulni az értékünk. És nézzétek a hőfokot, a hőfok marad. Tehát relatív páratartalomról beszélünk. A hőfok maradt, és nézzétek meg, hogy mennyire szágult fölfelé. Az a szomorú hírem, hogy 65% felett mindenképpen páralecsapódás van, mindenképpen kicsapódik a levegőben lévő páratartalom, és most 74,1%-nál járunk. A fal ilyenkor, ugye, amikor kicsit lenged ez a szél, akkor megáll a műszer. Ugye a legmagasabb érték 75% volt. Tehát fogadjuk el ezt az értéket, tehát a 75%-ot maximális értékként, ugye most megint elkezdett fölfelé menni, hogy nem fúj a szél. Megpróbálom letakarni a szedet. Adok rá világítást is, hogy jobban lássátok. Sokat nem számít sajnos. 76,9%-nál is jártunk már. Meglátjuk, hogy körülbelül hol áll meg. No, és még nem is furtunk mélyre, tehát ugye ez a nedvesség valószínűleg belülről jön, és most 10 centire vagyunk az 50 centis falban. Tehát a belső falnedvesség az még ennél is magasabb. És még egyszer mondom, itt teljesen száraznak tűnik ez a vályog tégla, nem olyan, mint ahol az előző fúrást végeztük, ahol viszont csak tégla alap van, illetve, bocsánat, kő alap van, és nincs vízszintes szigetelés a betonnál. Tehát ott megmaradt ugye a ház eredeti falazata, itt pedig már beton alap van és vízszintes szigeteléssel. És mégis ennyire nedves. Tehát az ilyen lábazatokat, és ezen csak nemes vakolat van, tehát még nincs is rajta szigetelés. Gondoljátok el, hogyha szigetelést tesztek a házatokra, akkor mi történik? Ugye ezen is a legkisebb réseken is elkezd átjönni a nedvesség, tehát még ezen keresztül is távozik pára és nedvesség a falból. Viszont ha polisztirollal lefedjük, akkor semmi nem fog távozni.